Július 1-től új vezetője van a Dunai Városi Szakképzési Centrumnak. A vezetői feladatok ellátásával 5 éves időtartamra Pocsainé Varga Veronikát bízta meg az illetékes minisztérium. A főigazgató eddig a Lóránffy Szakgimnázium szakközépiskola és kollégium vezetője volt. Nem mellesleg itt is kezdte a pedagógusi pályáját. Igazság szerint a tanítási gyakorlat alatt döntöttem el, hogy tényleg pedagógus szeretnék lenni, amikor a felsőfokú tanulmányaink során ugye minden pedagógus jelölt neki kell menni iskolai környezetbe gyakorlatra, és akkor erősödött meg bennem az, hogy én ezt szeretném csinálni. Informatikát és közgazdaságtant tanított a fiataloknak. Közel 20 évet töltött itt, szakmai munkájában pedig sorra adottak az újabb kihívások. Én úgy gondolom, hogy a feladatok mindig megtalálják az embert, és ha az ember úgy érzi, hogy alkalmas ennek a feladatnak a kipróbálására, akkor beleáll. Tehát időközben én elvégeztem a közoktatás vezetői szakvizsgát is, én úgy kerültem már oda az iskola vezetésbe, hogy ez a végzettség a rendelkezésemre állt, csúnyán kifejezve, mert nem így mondjuk. Az embert mindig várják a kihívások, és engem ezek motiválnak, hogy meg tudom-e csinálni. Július 1-től tehát a Dunai Városi Szakképzési Centrum főigazgatója irányítása alá 7 tagintézmény került, a Rudas, a Kereskedelmi, a Bánki, a Lóránffy, a Dunafer, a Hild, valamint a Puszta Szabolcsi, Szabolcs vezériskola. Biztos, hogy folytatnunk kell a megkezdett munkát. Én úgy gondolom, hogy a szakképzési centrum eddig is jól dolgozott, eddig is megfelelt az elvárásoknak, és az elvárások nagyok. Tehát elvárásokat támasztanak velünk szemben a szülők, elvárásokat támaszt a gazdasági környezet, elvárásokat támaszthat a város, vagy a környezet, ahol élünk, Dunai Város és térsége. Nekünk nagyon fontos, hogy meg tudjunk felelni. A centrum tagintézményei széles képzési palettát kínálnak a továbbtanulás előtt álló fiataloknak. Nyilván a diákokra nagy hatással vannak a szüleik, barátaik, de az oktatási intézmények is igyekeznek minél részletesebben bemutatni a lehetőségeiket. Szeptemberben pedig egy úgynevezett Marker Space, egy digitális közösségi alkotóműhely is a segítségükre lesz, amelyet a Lóránffy volt egészségügyi tanműhelyében a Lajos Király körúton alakítottak ki. Ahhoz, hogy elősegítsük a nyolcadikasoknak, általános iskolásoknak, felső tagozatosoknak, mert már nem elég nyolcadikba pályát választani, hanem a felső tagozatba el kell kezdenünk gondolkodni. Szeptember hónapra tervezzük megnyitni a digitális közösségi alkotóműhelyünket, ahol különböző szakmákat tudnak pályaorientáció keretében kipróbálni a diákok, illetve megismerkedni vele. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Többféle projektünk fut, és ez a GINOP 623-as program keretében valósulhatott meg ez a fejlesztésünk és beruházásunk. Ez az említett, mintegy 550 millió forint értékű projekt több más újítást is magába foglal. Például ennek részeként újították fel a Rudas és a Lóránffy kollégiumokat, pedagógusi módszertani fejlesztést is megvalósíthattak általa, valamint új informatikai kommunikációs eszközöket is be tudtak szerezni. Egy 105 millió forint értékű GINOP-os pályázattal nyelvi kompetencia fejlesztésre, képzésre is van lehetőség. Ebből angol és német nyelvű tanfolyam jellegű foglalkozásokat szerveznek, nem csak a centrum fiataljainak, hanem külsős érdeklődőknek is. A következő tanév során kormányzati tervek is vannak, hiszen a szakképzés megújul, szakképzés 4.0 projekt elindul, ami sokkal kézzelfoghatóbbá és sokkal emberközelibbé próbálja hozni a szakképzést. Nagyon fontosnak tartjuk a duális partnerek bevonását a szakképzésbe, ugye, ami azt jelenti, hogy van egy szakma, és megpróbáljuk megkeresni hozzá azt az ipari környezetet, ahol a tanulóink ipari gyakorlaton vehetnek részt. Pocsainé Varga Veronika arról is beszélt, hogy folyamatos a beiratkozás. Hamarosan kihirdetik a felsőoktatási intézmények felvételi ponthatárait, amely sok fiatalnak jelent majd támpontot a továbbtanulását illetően.